Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Éppen 30 évvel ezelőtt ezen a napon, 1989. június 16-án volt Nagy Imrének és Mártír társainak újra temetése Budapesten a Hősök terén. És ez az az esemény, amit a rendszerváltás egyik szimbolikus eseményeként említenek, azóta is több százezren gyűltek össze a gyászszertartására Budapesten. Stúdiónk vendége Lukács József, a Polgári Együttműködés Egyesület országos alapító tagja, a Vörösmarty Társaság alelnöke. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Ugye ez a 30 évvel ezelőtti esemény, azóta már tudjuk, hogyha olvasunk a különböző internetes oldalokon, vagy a korabeli sajtót böngészszük, ez egy tényleg nagyon szimbolikus eseménye volt. Te ott voltál a helyszínen? Igen, azt szerettem volna mondani, és abban is szerettem volna kezdeni, hogy én ott voltam a helyszínen, nem is a Hősök terén, de a Hősök terétől egy kicsit távolabb az Andrássy úton, és egy soha nem felejthető élményben volt részem, és valóban a Nagy Imre temetés egy olyan maradandó és szimbolikus eseménye volt az 1989. évnek, ami tulajdonképpen szimbolikusan lezárta a Kádár-rendszert. De a folyamatok, azokat mondhatjuk már, hogy mind a közéletben, politikában, irodalomban is korábban megindultak. Igen, ezt az eseményt az 1988-as évvel kezdődően már bizonyos politikai események megelőzték, és egyféleképpen előkészítették. Ugye kezdődött tavaly, hogy 1988 májusában az MSZNP-nek egy rendkívüli pártértekezletén Kádár Jánost eltávolították a főtitkári pozícióból, és Grósz Károly lett az új főtitkár. Aztán rövidesen ezután megalakult a Történelmi Igazságtétel Bizottság, amely aztán utólag a Nagy Imre temetést, nek a forgatókönyvét tulajdonképpen megírta és levezényelte, és az évnek, a 88-as évnek a végén az MSZNP Központi Bizottságának volt egy határozata, ami kimondta azt, hogy az 56-os forradalom kapcsán elítélt és utólag kivégzett hősöknek az ügyét rendezni kell, és családjaikkal fel kell venni a kapcsolatot. De az is fontos még, hogy a Történelmi Igazságtétel Bizottság 1988. június 16-ára összehívott egy megemlékező tüntetést, rendezvényt a Nagy Imre kivégzésének a napjára, tehát június 16-ára, amit meg is tartottak a budapesti belvárosban, és amit a rendőrség feloszlatott. Talán sokak őriznek még emlékeikben azokból a képekből, amelyek azt mutatják, hogy tulajdonképpen ott milyen atrocitások történtek a rendőrség részéről, és hogyan oszlatták, felverték szét ezt a rendezvényt. Egy fontos momentum is hozzátartozik, hiszen ekkor tehát hangzott el az odáig ellenforradalomként emlegetett 56-os forradalom és szabadságharc kapcsán az, hogy népfelkelés, hogyha jól emlékszek. Igen, ez 1989. január 28-án Pozsgai Imre jelentette be a Kossuth Rádióba azt, hogy a 1956-os forradalom az nem ellenforradalom volt, hanem még felkelés, és bizonyos értelemben ez gyorsította fel az eseményeket, és ennek volt köszönhető az is, hogy az 56-os hősök, kivégzett hősök, elítélt és kivégzett hősök családjaival kapcsolatosan az ügyek rendezése és a kapcsolatfelvétel az nem volt titokban elvégezhető, lebonyolítható, hanem a Pozsgainak a bejelentése megkövetelte a teljes nyilvánosságot. Igen, korábban, hogyha tényleg nézzük így akár a nemzetközi sajtót, ott azért többször elhangzott az, hogy az 56-os hősöknek a család tagjai föltették a kérdést, hogy mikor tudják eltemetni a halottaikat, hiszen addig névtelen sírokban nem lehetett tudni, hogy ki hol volt. Igen, ez mikor a Pozsgai bejelentése után Grósz Károly egy sajtótájékoztatót tartott, Szilágyi Istvánnak a lánya kérdette erre rá, hogy
a mindenféle fajta minősítések mellett lehetségesnek tartja a nyilvános temetést, és Grosz Karolyra azt válaszolta, hogy igen. Tehát azért a pozsgai bejelentése azért sok mindent nem változtatott, és sok mindent előre lendített. Hogyha a nap történését nézzük, akkor ugye azt lehet tudni, hogy ott már gyakorlatilag akkor a reggeli hajnali órákban elkezdett megtelni a tér. Te hogy emlékszel, aki résztvevőként hát, is ott lehettél? A hivatalos bejelentések szerint 250 ezer ember volt a helyszínen aznap, és tulajdonképpen a tömegnek az odaáramlása órákon keresztül tartott, és 10 órakor kezdődött el a Mensáros László, Rékasi Károly és Orosz Helga által az áldozatok népsorának, illetve neveinek a felsorolása, és a hivatalos rendezvény az 11 órakor kezdődött el, mikor is az országgyűlés, a minisztertanács, a különböző társadalmi szervezetek, nagykövetsége, diplomáciai szervezetek a tiszteletüket tették, és az emlékezés virágait a koporsóknál és a síroknál majd utólag elhelyezték. Ugye a műcsarnok előtt volt történtek az események, ahol a ifjú Rajk László által tervezett ornamentika közepette, ugye 6 koporsó volt, a Nagy Imréi, Losonci Gézái, Gimes László és Szilágyi Istváné, Maléter Páré és egy üres koporsó, amiben az ismeretlen mártiroknak amit az ismeretlen mártír vagy mártirok koporsójaként apostrofáltak, és 11 óra után kezdődtek el a hivatalos beszédek, és tulajdonképpen a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak a tagjai, a valamikori elítéltek, illetve a munkástanácsnak az elnöke Rácz Sándor beszélt, Mécs Imre, Vásári István, aki a Történelmi Bizottság, Igazságtétel Bizottságnak az elnöke volt, és utána órákon keresztül 5 óráig tartott, amíg mindenki elhelyezte az emlékezés virágait, és nagyon fontos, hogy az első küldöttség, aki virágokat elhelyezte, az a Kaposvár volt, Nagy Imre szülővárosának a küldöttsége, hát ami egy felejthetetlen momentum volt. Mindjárt innen fogjuk folytatni, de a Fehérvár televíziós tábja is jelen volt 30 évvel ezelőtt az eseményen, és az archív kis filmjeinkből készültünk egy összeállítással, illetve egy akkori kollégát is megszólaltattunk. Ezt tekintsük meg, aztán utána innen folytatjuk. Rendben. Budapest 1989. június 16. reggel 6 óra. Hősök tere. Ban itt a Hősök tere szomszédságában a jugoszláv nagykövetségen találtak menedéket Nagy Imre és társai. A temetés úgy látszik felkeltette a követség alkalmazottainak figyelmét is. Az idő előre haladtával egyre többen gyűltek össze a Hősök terén. 9 órától 1 óráig több mint 250 ezer magyar állampolgár óta le tiszteletét Nagy Imre és társainak emléke előtt. Csipkói Bolya vagyok. Budapesti? Igen, Budapesti, igen, itt születtem. 1956. október 23-áról milyen emlékei vannak? Talán életem legszebb napja volt. Azt mondtam, ezért érdemes volt megszületni. Annyi szeretetet emberek szeméből egymás iránt, annyi spontán lelkesedést, annyi jobbítást én még ebben a földön nem éreztem. Miért jött ma ide?
tiszteletadásért, pontosan azokért a sok kis kamasz gyerekekért. Majdnem úgy érzem, hogy minden, ami azóta megváltozott, azoknak az áldozatuk árán változott, azoknak is az áldozatuk árán. Látok egy szál virágot a kezében. Kinek hozta? Mindenkinek leteszem. Hegedűs János vagyok Ausztráliából, és sok magyar ezer nevében jöttem el, akik szeretnék, hogy megváltozna az egész terrorrendszert Magyarországon, és újra hazatelepülhessünk Magyarországra, és mindenkinek egyforma joga legyen iskoláztatni a gyerekeit, és főleg az, hogy egy független Magyarországot szeretnénk. Mi nem akarunk vissza a régi kapitalizmus, de egy Ausztria vagy Svédország vagy svájci önállóságot, független Magyarországot szeretnénk. A Fidesz nevében Orbán Viktor köszönt el 56 mártírjaitól. Beszédében igen élesen fogalmazott a mai magyar politikai rendszerről. Beszédét Csehszlovákiában és Romániában is tiltakozó jegyzékkel honorálták. A magyar külügyminisztérium visszautasította ezeket a tiltakozásokat. Polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. Céljaink máig nem változtak. Ma sem engedünk 48-ból, így nem engedhetünk 56-ból sem. Azok a fiatalok, akik ma az európai polgári demokrácia megteremtéséért küzdenek Magyarországon, két okból hajtanak fejet a kommunista Nagy Imre és társai koporsói előtt. Mi azokat az államférfiakat tiszteljük bennük, akik azonosultak a magyar társadalom akaratával, akik, hogy ezt megtehessék, képesek voltak leszámolni szent, kommunista tabuikkal, azaz az orosz birodalom feltétlen szolgálatával és a párt diktatúrájával. Ők azok az államférfiak számunkra, akik az akasztófa árnyékában sem vállalták, hogy a társadalmat megtizedelő gyilkosokkal egy sorba álljanak, akik életük árán sem tagadták meg azt a nemzetet, amely elfogadta őket és bizalmát beléjük helyezte. Mi az ő sorsukból tanultuk meg, hogy a demokrácia és a kommunizmus összeegyeztethetetlen. Jól tudjuk, a forradalom és a megtorlások áldozatainak többsége korunkbeli, magunk fajta fiatal volt. De nem pusztán ezért érezzük magunkénak a hatodik koporsót. Mind a mai napig 1956 volt nemzetünk utolsó esélye, hogy a nyugati fejlődés útjára lépve gazdasági jólétet teremtsen. A ma válunkra nehezedő csőttömeg egyenes következménye annak, hogy vérbefojtották forradalmunkat és visszakényszerítettek bennünket abba az ázsiai zsákutcába, amelyből most újra megpróbálunk kiutat találni. Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk mai fiataloktól jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő 20, vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik. 1989. június 16-a gyakorlatilag a rendszerváltozást is elindította itt Magyarországon. Többen így fogalmaznak Nagy Imre újratemetése kapcsán. A Fehérvár Televízió 30 évvel ezelőtt jelen volt az eseményeken. Hogyan emlékszik, vagy hogyan emlékszel rá? 1989. június 16-a feltette a pontot az ére. A rendszerváltoztatás már korábban megkezdődött, 2-3 évvel előtte már nagyon erősen látszódott. Akkor, amikor Székesfehérváron a főtéren 87 magasságában Butola Zoltán megkopogtatta a mikrofont egy nagy gyűlés előtt, és mondta, hogy mikrofonpróba 1-2-3-48-56-68. Akkor már elkezdődött a rendszerváltoztatás. Az újratemetés Budapesten a Hősök terén, az már pont volt az íre.
ott már befejeződött egy rendszerváltás, már csak az volt a kérdés, hogy hogyan tovább. Mit mondtak az akkori emberek, hiszen számos nyilatkozatot láthattunk, vagy egyáltalában mit érzékeltetek ti, akik ott voltatok? Olyan fura dolog, hogy ezt már kérdeztek egyébként többen is, hogy mi például magunk hogy éltük meg. Murányi Otto akkori kollégánkkal, nagyszerű szerkesztővel jártuk az országot egyébként, tehát több helyen voltunk, sok helyen voltunk. Nekünk munka volt, nekünk feladat volt. Az emberek hogy érték meg? Inkább ott a Hősök terén azt hiszem, hogy egy idős úrra emlékszem, akitől valami olyasmit kérdezett az Otto, hogy akkor mostan mi lesz. És ő belenézett a kamerába, és elindult a könny a szeméből. Nyugodtan ki lehet mondani, hogy a magyarok csak a legvégső esetben nyúlnak fegyverhez. Először a dal, meg az ima születik meg, és hogyha nagyon muszáj, akkor utána fognak fegyvert. A képek és az elmondott gondolatok magukért beszéltek, és hát szerintem érezhető volt az emberek szavaiból, az interjúkból is az a fajta hangulat és elragadottság, ami ott gondolom a helyszínen is tapasztalható volt. Igen, és a helyszínen is tapasztalható volt, mint a meghatottság és a egyfajta öröm, de kis ilyen fájdalommal és elkeseredéssel vegyes öröm, de mindenki megindult volt, és azért szép emléke számomra és számunkra ez az esemény, és még egy jónyány esemény, ami ezekben az időkben volt, vagy amikre sorra került, hiszen akkor még mindenki reménnyel volt telített, mindenki bizakodott, hogy most már lezárult, ami lezárult, valami szebb, igazságos és nemes időszak következik, amikor valahogy mindenki kicsit könnyebben egyről a kettőre jut, és mindenki a befektetett energiáinak, a végzettségének, a szakmájának, a szolgálmának megfelelően valahogy egy tisztességesebb, jobb életet fog élni, és erkölcsi vonatkozásban is egyféle igazságtételre, erkölcsi rehabilitációra kerül majd sor, már ami az 56-os hősöket és azoknak sorsát illeti. És ugye hát az élet a legnagyobb rendező, ugye júliusban meghalt Káder, és éppen azon a napon. Igen, ez olyan érdekes volt, hogy mikor a bíróság Nagy Imrét felmentette és rehabilitálta, ugyanazon a napon, talán azt hiszem, hogy július 6-án volt, jelentették be délután, hogy Kádár Jánosnak a halálát is. Hát az ember senkinek ezt nem kívánja. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez valamilyenféle égi jel, hogy ez pont így történt. A lényeg az, hogy mindenki a temetés napján és utána és hónapokon keresztül várakozással teli napokat élt, és várta, hogy az, amit elképzelt és amit úgy gondolt, hogy be kell következni, az jönni fog. Aztán, hogy mi lett belőle, az egy más kérdés. A irodalmi vonatkozásról is még itt a beszélgetés előtt beszélgettünk, hoztunk föl különböző gondolatokat, amik hát akkor én azt gondolom, hogy abban a rendszerben nagy bátorságot is igényelt az egyes szerzők részéről, hogy felvállalják és leírják azokat a sorokat, amik egykoron megjelentek. Igen, tehát tulajdonképpen azt szokták mondani, és ebben nagyon nagy igazság is van, hogy ez a fajta jobb ilyen rendszerváltásnak vagy rendszerváltozásnak nevezett folyamat már a 80-as évek elején elkezdődött, és a művészetek területén, képzőművészetben és az irodalmi életben tevékenykedő emberek szintjén indult meg először. És én a napokban elég sokat olvasgattam, mivel volt egy irodalmi konferencia is ezzel kapcsolatosan, Nagy Gáspárnak az írásait, verseit, aki ugye a 56
megítélésének és emlékezetének az első számú és legfontosabb költője, írója, őrzője, akinek a 56-tal kapcsolatos versei jelentek meg, és az első, és ezek közül van két olyan vers, az egyik az Örök nyár, elmúltam 9 éves, a másik, ami 84-ben az Új forrásban jelent meg, és a másik a Fiú naplójából című vers, ami a Tiszatájban jelent meg, amelyek aztán utólag a rendszerváltásnak, illetve 56-nak a kultikus verseivé váltak, mindenki által, vagy legalábbis nagyon sokak által ismert versekké. Hát igen, amit említettél, Nagy Gáspártól, ugye ez egy ilyen nagyon ismert sor, ez az egyszer majd el kell temetni, és nekünk nem szabad feledni a gyilkosokat néven nevezni. Ez volt az, ami az Új forrásban megjelent, és valami érdekesség folytán a szerkesztői cenzori figyelmet úgy látszik, hogy elkerülhette, hiszen megjelent, igaz, hogy utána be is zúzták ezeket a lapokat, vagy hát egy részét. Igen, tehát Monosztúri Imre volt a főszerkesztő, megjelentette ezt a verset, és miután megjelent, ott heteken, hónapokon keresztül vegzálták, és különböző jelentéseket kellett írni párbizottságoknak, mindenféle hatóságoknak, ami őt szegényt nagyon megviselte. Aztán a 86-ban még nagyobb botrány volt, mert miután a 86-ban megjelent a Tiszatájban a Nagy Gáspárnak az újabb verse, akkor már a Kádár János személyes ugye, kérésére is a Tiszatáj szerkesztőségét feloszlatták, Nagy Gáspárt szilenciumra fogták, és hát az írószövetségben viselt tisztségeiből eltávolították, úgyhogy ennek ellenére ő a mindig is utolsó pillanatig állította azt, hogy az írónak, a költőnek mindig az igazságot kell kimondania mindennel kapcsolatosan, még akkor is, hogyha az igazság kellemetlen vagy őt írói pályában esetleg negatívan érinti, és Nagy Gáspárt annak idején az 1968-as csehszlovákiai bevonulás érzékenyítette a történelem iránt, és akkor kezdett írni először arról, hogy tulajdonképpen 12 évvel az 56-os forradalom után senki a forradalom világtörténelmi jelentőségéről nem beszél, és tulajdonképpen egy elhallgatott történelmünk és egy feltáratlan múltunk van, amin változtatni kell. Ez nyilván kellett bátorság, amit az előbb is említettünk. Nem is kevés. Hogy ezt ő megtegye. És hát ugye az irodalom az folyamatosan ezen a mesdjén mozgott, talán mondhatjuk ezt, nem? Így van, így van. Végig a pályája folytán, ugye ezt az előbb elmondott mondatot, hogy az igazságot azt mindig mondani kell, mindig Ottlik Gézára vonatkozott, aki azt mondta, hogy nagy nemzeteknek lehetnek gyenge jellemű írói, de kis nemzetek ezt nem engedhetik meg maguknak, és a magyar irodalomban úgy van, hogyha tehetséges íróról van szó, és aki erkölcsi szempontból a morális értékeket illetően hadilábon áll, ezek a vonatkozások az írói munkájának a minőségét is kikezdik. Mindig ezt mondta. Hogyha most egy kicsit visszautazunk az időbe, itt az újratemetés utáni hónapokra, mondhatjuk azt, hogy ott is azért felgyorsultak az események? Igen, ugye még a 89-nek még ugye az a két eseménye is, hogy ezt a felgyorsulást mutatja, hogy a október első napjaiban az MSZNP-nek volt egy rendkívüli kongresszus, ahol gyakorlatilag az MSZNP, mint régi grémium az megszűnt, és új elalakult Magyar Szocialista Párt néven, és ezt szimbolikusan az is jelezte, hogy a következő hét elején, hétfőn megjelent Népszabadság gond már az impresszumban is, és a cím alatt is az volt olvasható, Szocialista napilap. Tehát ezt a jelentős mértékben változott nem csak a név, hanem az ideológia is, a bekövetkező eseményekhez való hozzáállás is. Ugye arról nem beszélve, hogy közben Grósz Károlyt, mint főtitkárt leváltották, és egy 4 személyből álló grémium vezette hónapokon keresztül a Magyar Szocialista Pártnak a politikai tevékenységét.
És ugye eljött aztán a pillanat, a rendszerváltás pillanata. Igen, még azt akartam hozzátenni ez a dologhoz, hogy a rendszerváltásnak a pillanata, ugye hát a gyakorlati cselekmények szintjén a 90-es áprilisi választásokkal ugye jeleníthetők meg, ahol a választásokat az MDF nyerte, és aztán akkor tudjuk, hogy ez a következő években, évtizedekben hogyan folytatódott a helyzet, azt, hogy ez a nagyon-nagyon nagy várakozás, és ez egy nagyon szomorú dolog. A társadalom nagy részének részéről nem következett be, és ma már mindenki úgy mondja, és évek óta, több mint egy évtizede, ugye a különböző fajta elemzések azt írják, és valószínűleg, hogy nem nyugtalanul, hogy a társadalomnak nagy része a rendszerváltás vesztese lett. Az 56-os forradalomnak pedig a megítéléséről, a megemlékezéséről, kapcsolatos eseményekről pedig azt lehet mondani, hogy az első pillanatuk kezdve politikai harcok martalékává lett, tulajdonképpen a megemlékezést, a nagyszerűségéről való ünnepi rendezvényeket illetően ez a dolog elsikasztódott és elmaszatolódott. Mindenki mindenkinek az volt a célja, hogy kisajátítsa 56-ot, és megmondja azt, hogy ki jogosult 56-ot hitelesen képviselni, és tulajdonképpen az, amire szükség lett volna, hogy együtt ünnepeljenek a politikai pártok is, és a társadalom, mert sosem következett be, és mindez egy mondat erejéig talán meg kell említeni az 50 éves évfordulót, hogy 2006. októberében torkolott, amikor bekövetkezett események tulajdonképpen úgy ítélem meg, de más is, hogy demokratikus államban nem történhetnek meg. Ezek szomorú gondolatok. Szomorú gondolatok, csak sajnos ez az igazság. Valami pozitív gondolattal próbáljuk meg befejezni a beszélgetést, mert amiben bocsánat. Nyilván nagyon sok dologban igazad van, de hogyha a 30 évvel ezelőtti pontra visszautazunk, én ugye sajnos nagyon túl sok személyes élményem, tapasztalatom nincsen, talán az, hogy akkor már általános iskolás voltam, és hát nagyon sok mindenkitől hallottam, hogy ki kellett dobni a történelem könyveket, de ugyanakkor megvan bennem az az emlék, hogy egyfajta felszabadultság volt mindenkiben, igen, a közeli hozzátartozóimban, mert hogy vége lett valami olyan rendszernek, ami az ember elnyomására, ami a nemzeti szabadságnak a megfojtására irányult. Ezek valóban felejthetetlen hónapok és időszakok voltak egy-másfél év mindnyájunk számára, akik ezt átélték. Én azt mondom, hogy az a legfontosabb a jövőt illetően, nem beszélve most azokról a szélesebb értelemben vett geopolitikai és egyéb ügyekről, amelyek Európában zajlanak, hanem 56 emlékének a megőrzésével, emlékezetével kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a legfontosabb az, és itt Fehérváron erre komoly lépések is történtek már az önkormányzat részéről, hogy 56 emlékét és örökségét a fiataljainknak, a diákoknak, az iskolásoknak középiskolában, gimnáziumban tanítsuk, de úgy, hogy ne történjen meg azt, hogy érettségi előtt egy hónappal vagy két hónappal még a történelem tanításban, még a második világháborúnál sem tartanak, és általában a második világháború utáni periódusra, 48 utáni periódusra és 56-ra sosincs idő, hanem tanítsuk, mondjuk el a jelentőségét, mondjuk el, hogy mi történt, mi volt ennek a jelentősége, hogy ezt a szívükbe hordják, és az életvitelükben, és a személyes és közösségi döntéseikben ezekre a történésekre mindig tekintettel legyenek. Tehát én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy tanítsuk. Én a kis 3,5 éves unokámat még nem tudja, hogy mit jelent, de én elvittem a fehérvári emlékműhöz az örömbe, helyeztem és elkezdtem neki mesélni azon a szinten, ami ő megérti, és ezt most kell elkezdeni, tehát ilyen pici korba, és két év múlva, ha 5 éves lesz, az Isten megsegít, megint elmehetek vele, és ezt így csináltam, így fogom vele csinálni, a fiamon is így csináltam,
Tehát a 56-nak az emlékezetét és a világtörténelmi jelentőségét, a magyar társadalomban betöltött jelentőségét tanítani kell, és nem szabad azt is elfelejteni, hogy ugye 56 után is az emberek, akik ugye megtiltották, hogy erről beszéljenek. Az ember, tovább kellett élni, tovább kellett építeni az országot, tehát mindenki ott, ahol élt, akár városban vagy vidéki környezetben bármivel foglalkozott, alkotómunkát kellett, hogy végezzen, nevelni kellett a gyerekeket, az unokákat, és akiknek volt, az öregeiket is el kellett gondozni, tehát nem volt mit csinálni, az életet tovább kellett folytatni, ami nem jelentette azt, hogy az emberek nem emlékeztek 56-ra, csak nem mertek beszélni róla, hiszen Nagy Gáspár is azt mondta, hogy dehogy is nem voltam én bátor, csak nem mertem félni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát azt hiszem, hogy valóban ez a mi felelősségünk. Köszönöm szépen én is a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, fehérvári beszélgetésekkel holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!